neked. Gyere, cica. Mennyire különbözőek a babák? Nagyon különbözőek, igen. Tehát abszolút különböző személyiség mind a két baba. Hát ezt már amikor a hasamban voltak, már akkor lehetett tudni. Anita két gyermekes anyuka, Botond és Máté 3 hónaposak, ikrek. A két tündéri kisfiú természetes úton fogant, aminek esélye egyébként 1-80-hoz. Manapság azonban a szakemberek ennél gyakrabban találkoznak ikerszüléssel, ami az úgynevezett asszisztált reprodukciós technikáknak köszönhető. Meddőségkezelés, a pete sejtek érésének a gyógyszeres stimulálása, a lombik programok. Tény, hogy az ikreket váró kismamákra jobban oda kell figyelni, mert azért a babákra nézve vannak megnövekedett kockázatok. Ugyanannyi idő alatt a méhnek a növekedése, a méhnek a feszülése sokkal nagyobb. Emiatt gyakrabban fordulhat elő koraszülés. Sokkal gyakoribbak az iker terhességeknél, akár a terhességi cukorbetegség, akár ez a bizonyos terhességi preeklampszia vagy toxémia, a terhességi mérgezés, magas vérnyomás. De előfordulhatnak olyan speciális esetek is, amikor például az egyik magzat elszívja a másiktól a táplálékot, és ő így jobban fejlődik. Anitáiknál semmilyen probléma nem volt. A leletei végig rendben voltak, a szülés kétharmadát mindenféle gond nélkül viselte. A harmadik trimeszterre azonban már a megnövekedett súly okozott nehézségeket. A 7. hónaptól már nagyon nehéz volt, tehát mind a derekam, a hátam az rettenetesen fájt, és hát nyilván elbírja a műsor, a lábad között azért az a súly az ott van, tehát azt cipelned kell. Anita 30 kilót szedett fel a terhessége alatt, ami ikrek esetében teljesen rendben lévőnek nevezhető. Egyébként az ilyen típusú várandóságnál gyakoribb a császármetszés. A fiatal anyuka gyermekei azonban inkább a természetes utat választották a terhesség 37. hetében. Spontán születtek a fiók, igen, abszolút. Összvisz 4 óra volt az a szenvedés, ami hát ugye megérte. 3 perc van a két fiú között. Fontos tudni, hogy az ikerterhesség bár veszélyeztetetnek minősül, mégis ritkán adódnak problémák. A lényeg, hogy mind az anyuka, mind az orvos megfelelően és körültekintően járjon el.